Madarász Imre egyesített óvoda is bekapcsolódott a szájmaszkok varrásába. A részletekről Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük. Mivel az óvodákban a gyerekeket ügyeleti rendszerben látják el, 13 varnyi tudó, pedagógiai asszisztens, dajka, irodai dolgozó, óvónő bekapcsolódott a maszkok varrásába. Elsőként az óvodák dolgozóit, a gyerekeket látják el, majd a családtagok következnek, és most a partner intézményeknek varnak szájmaszkokat. Elsőként feltérképeztük ebben a különlegesen nehéz helyzetben a humán erőforrásainkat, hiszen ugye a gyerekeket ügyeleti rendszerben látjuk el a rendkívüli szünetben, és így a felszabaduló erőforrásaink azon kolléganők, akik varni tudnak, és itt elsősorban pedagógiai asszisztensek, dajkák, irodai dolgozók kapcsolódtak be, jelenleg 13 fő az, aki szájmaszkokat var az óvodáinkban. Ők végzik ezt a munkát, van, aki otthon, van, aki az óvodájába varja a szájmaszkokat, amelyeket elsőként az óvodájainkban láttunk el a dolgozóinkat szájmaszkokkal, a gyerekeket. Aztán juttattunk ezekből a családtagok részére is, és hát igyekeztünk a partnerintézményeinket, hivatalokat is támogatni azzal, hogy az általunk készített szájmaszkokat használják, védjék egészségüket, környezetüket ebben a rendkívüli helyzetben. Az óvodában a humán erőforrások feltérképezése mellett az anyagi lehetőségeiket is felmérik, hiszen az intézményben nagyon sok kisebb-nagyobb textília van, amelyet az elmúlt hónapokban kaptak különböző vállalatoktól, üzletektől. Először ezeket varták meg, s már kaptak anyagot olyan helyekről adományként, akiknek szájmaszkot készítettek. Illetve az óvoda is vásárolt, mert nagyon fontosnak gondolják, hogy a maszkellátás teljes körű legyen az óvodai környezetben. Már közel az 1000 számot is meghaladta a szájmaszkoknak a száma, amelyeket kiosztottunk, de itt a mai reggelen már most jelenleg körülbelül egy ilyen 20-30 darab van, és a kolléganők varnak folyamatosan. Kaptunk anyagokat, vászonanyagokat, pamutanyagokat. Hát a humán erőforrásaink feltérképezése mellett az anyagi lehetőségeinket is felmértük, hiszen az óvodáinkban nagyon sok olyan textília van, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban kaptunk különböző helyekről, vállalatoktól, ahol már nem használják azokat, akár kisebb darabokat, akár nagyobb darabokat üzletekből, úgyhogy ez először ezek megvarrására került sor, aztán kaptunk olyan helyekről is már most adományként, akiknek szájmaszkot készítettünk, és ők 5-6 méter anyaggal meghálálták ezt a munkáját a kolléganőimnek, hogy tudjanak újabb maszkokat készíteni, úgyhogy most ezeknek is ezek az anyagok is felhasználásra kerülnek, illetve mi magunk is vásároltunk, hiszen nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a maszkellátás teljes körül legyen itt az óvodai környezetben, hiszen nagyon kevés gyermek az, aki az ügyeletet igénybe veszi, próbáljuk minél alacsonyabb létszámba tartani az ügyeleti rendszerben a gyermekeket is és a dolgozóinkat is, betartva az operatív törzs és a népegészségügyi központnak az ajánlásait. Tehát igyekszünk mindent betartani, és ehhez hozzátartozik az is, hogy a szájmaszkokat viseljék a dolgozóink is, viseljék azok is, akik hozzánk jönnek be az irodába, bár igyekszünk egyre kevesebb ügyet intézni személyesen, hanem mindent megpróbálunk online. Az ügyeletet jelenleg 40 gyermek veszi igénybe a 9 óvodában, de az étkezés az otthon levőknek is biztosított. 2 és 10 között mozog a óvodánként az ügyeletet igénylő gyermekeknek a létszáma. Próbáljuk addig ezeket a létszámokat tartani és ellátni, és nem összevontan elhelyezni a gyermekeket, hogy minél szétszórtabban, minél kevesebben legyenek, amíg ezt a létszám igényli. Aztán elképzelhető az is, hogy majd eljön annak is az ideje, amikor egy picikét összébb szűkülünk, de most jelen pillanatban még ebben a kihirdetett formában látjuk el a gyermekeket. A közösségi portálon a karcagi óvodások Tarka Barka percei oldalon az óvodásoknak és szüleiknek nyújtanak segítséget az óvónénik az otthon életben egy kis játékkal, mesével, kézműveskedéssel.